Szeretettel üdvözlöm az egybegyűlteket, kedves közönség, kedves barátaim! Nem egyszerű dolog Isztambulról beszélni, annál is inkább, mert a jelenlévők közül többen jelezték, hogy jártak ott, és hát majd szeretnének hozzászólni, szeretnének kérdéseket feltenni. Én is csak egy turista vagyok, aki többször járt Isztambulba és Törökországba, és hát így vettem a bátorságot, hogy beszélek egy kicsit a történelmi háttérről, beszélek a kicsit a földrajzról, és hát kultúrtörténeti dolgok, amik kapcsolatosak ezzel. Ezen a madár távolati képből látszik a Boszporusz és a két partján elterülő Isztambul. Isztambul ma egy közel 20 milliós város, iszonyatos fejlődéssel. 100 kilométer hosszan terül el a Boszporusz két partján, az Ázsia és Európai partján, valamint a Márvány-tenger partján. 100 kilométer hosszan, és évente 1 millióval gyarapszik a lakossága. Az utóbbi években ilyen nagy szaporulat volt. Főleg a földközi tenger, a Fekete-tenger mellékéről települnek be az emberek. Ennek megfelelően a fejlődés is óriási. Mikor én 22 éve ott jártam, ilyen felhőkarcolók nem voltak. Most ámulatba ejtően a földből nőnek ezek ki. A közlekedés. Sokan elborzadnak a közlekedéstől. Igen, mert naponta 500 kocsit írnak be újat. De igyekszik a kormány, igyekszik a vezetés a föld alá vinni a forgalmat. 5 metró van, és már építik, tervezik a hatodikat. Igen, egy metró, amely már az idén adták át, és a Márvány-tenger alatt 100-valahány méter mélyen alagútba közlekedik Európa és Ázsia között. Hát menjünk egy kicsit vissza a történelembe. A 4. század elején vagyunk, a Római Birodalom ekkora volt. A Római Birodalmat Diocletianus császár után 4 felé osztották, 4 császár kormányozta. Ezeknek egyike volt Konstantinus. Konstantinus, aki tegnap róla azt olvastam, hogy paranoiás, schizofrén volt, és egy gonosztevő, ezt tegnap sikerült így megtudnom. Hát van, aki szentként tiszteli, ebben nem tudok dönteni. 1313-ban a másik Cézárral, Liciusszal együtt kiadják az ediktumot, amelyben szabaddá teszik a keresztény vallásnak az űzését. Kiszabadítják a börtönökből, visszaadják a javaikat, és ezzel egy új éra kezdődik ilyen szempontból. Ez magával hozta azt, hogy a különböző pátriárkák különbözőképpen értelmezték a vallást, és rengeteg konfliktus ellentét származott, csak hogy egyet említsek, az ariánusok és az ortodox vallás követői között. Hogy ezt rendezze, Konstantin, Nagy Konstantin, a későbbi neve lett Nagy Konstantin, összehívta, összehívta Nicea és Zsinatot. Ekkor még a Konstantinápoly, mint olyan, nem létezett. Ez egy aránylag nagy város, Nicea, görögül Nikaja. Itt tartották meg a niciai zsinatot 325-ben. Itt lefektették a keresztény hit alapjait, a dogmáit, a szertartásokat, ami aztán évszázadokon át vagy vitatárgya, vagy pedig
a kereszténység egy része elfogadta azokat. Konstantin belátta, hogy Róma nem sokáig tartható, mint a birodalom fővárosa. A gótok és más népvándorlási törzsek egyre inkább veszélyeztették Rómát, így új fővárost alapított. Ezen a területen tulajdonképpen a Boszporusz és a Márvány tenger közti kis félszigeten, a régi görög gyarmat helyén, a Bizáncion nevű görög gyarmat helyén egy új főváros kezdett építeni, és 330-ban hivatalosan átköltözött ide a római birodalom vezetése. Ekkorra ő már a vetélytársait legyőzte, magyarán szólva kinyírta, meggyilkoltatta Liciust. Hát egy francia kutató így képzelte el azt a várost, azt az új fővárost, azt az új Rómát, mert így nevezték akkor, szó sem volt Konstantinápolyról, új Rómának nevezték, amelynek már megvoltak a fontos kellékei, a hipodrom, a lóversenypára, pálya, ahol 100 000 ember fért be állítólag, és hát itt látható a későbbi császár Justicianusnak a palotája, amely ma ma múzeum tulajdonképpen mozaik múzeum van ott. A következő császárok között is említsünk meg egy-kettőt, amelyek sokat csináltak, amelyek a birodalmat tovább fejlesztették. Első Theodosius, az ő nevéhez fűződik a keresztény vallásnak államvallásával való tétele. Tehát Nagy Konstantin csak engedélyezte a vallát, de ő államvallásá, és elkezdte az ortodoxiát, mint olyat, hát gyámolítani, és egyre több templomokat épített. A körülbelül 5% keresztény volt Nagy Konstantin ediktuma előtt, ez a szám rohamosan gyarapodott. Nagy Theodosius, mert ő nagy volt, ő is nagy volt, két felé osztotta a birodalmat, mégpedig a két fia között, és ezzel adminisztratív szempontból már a római birodalom ekkor ketté vált. Vallási szempontból majd később. A következő Theodosius azért nevezetes, egyébként egy gyengekezű uralkodó volt, a felesége és a nővére uralkodott, de ő építette azt a kolosszális nagy falat, amellyel tengertől tengerig leválasztotta azt a félszigetet, amely később a Konstantinápolynak az óvárosát, a helyét adta. Ez a fal, ennek részei a mai napig is látható, 80%-a, innen látszik, hogy milyen kolosszális fal, és 1700 év után 80%-a még épségbe van. Ez a kapu, a nyugati kapu, amely Róma felé vezetett. A legjelentősebb császár a bizánci birodalomban Justinianus volt. Ekkor már a kereszténység szervezette, működött a püspökségek, és ő volt az első, aki hivatalból bezáratta a pogány templomokat az egész birodalma területén, Egyiptomba is. Utoljára ott működtek még pogány egyiptomi templomok, de a 6. században azokat is bezárták. Ő sokáig élt, és ahhoz, hogy egy uralkodó nagy legyen, véleményem szerint két dolog fontos. Sokáig éljen, sokáig uralkodjon, és legyen egy erős kezű felesége. Hát ő neki megvolt mind a kettő, a
Teodóra, aki cirkuszi táncosnőből avanzsált császárnővé, igen, ügyesen szőtte a nagy politikát, egy nagy pályás politikussá nőtt ki. Hát Justinianus a nevét több dologgal is halhatatlanná tette, ugye ő feldolgozta a római jogot, továbbfejlesztette, átdolgozta, korszerűsítette, és hát az ő idejében épült meg a Hagia Szófia, ez a gyönyörű templom, ami ma is ékessége Isztambulnak. Igen ám, de egy üres kasszát hagyott Justinianus, és egyre inkább szaporodtak a belső és külső problémák. Az arab törzseket a mohamedánizmus egyesítette, és komoly veszélyt jelentettek Bizánc számára. Megjelentek a színen a bolgárok, később a szeldzsuk törökök, és hát így sorolhatnám azokat a külső ellenségeket, akikkel állandóan hadakoznia kellett a birodalomnak. De a belső konfliktusok is nőtek. Trónkövetelések, intrikák jellemezték a bizánci hatalmat. És aztán a 8. században egy lázadás tör ki, a képrombolás. Harmadik Leó megtiltotta a ikonok imádását. Ez oda vezetett, hogy az ikontisztelők fellázadtak, és egy polgárháború tört ki, képrombolással, súlyos, kemény harcokkal, amit hát Irene császárné tudott aztán valahogy egy újabb zsinattal befejezni. Jó. Hát itt vagyunk a 10. században, és az Európa történelmi palettáján megjelenik egy új nép, a magyarok, akik hát miután már a nyugati hadjárataik során kezdtek vereséget szerezni Augsburgnál, akkor megpróbálkoztak Bizánc felé és zsákmányszerzés céljából Bizánc felé orientálódni, kisebb-nagyobb sikerrel. Hát a legendák, a Botond legendája, ugye, aki öklével dörgette az érc kapuját a Bizáncnak. És hát tudunk arról a Bulcsú Horkáról, aki hosszabb időt töltött Konstantinápolyba, vendége volt a 7. Konstantinnak, a bíborba született Konstantinnak, aki itt látszik, hogy felkenik császárrá 3 éves korába. Ez azért történt meg, mert hát tipikusan jellemző volt ekkor erre a korszakra, hogy állandó trónviszály volt. Na most Bölcs Leónak a 4. feleségétől származott a kedvenc gyerek, bíborba született, innen jön a nevei, és hogy biztosítsa számára a császári jövőt, hát 3 éves korában már felkenték császár. Most ez a császár fogadta Horkát a barátságába, megkeresztelt, és hosszabb ideig ott töltött. A Horka egy rangot jelentett, a fejedelem után a 3. rang a magyarságnál. Fontos történelmi, őstörténelmi adatokat tudunk meg a bíborba született írásaira a korai magyarokról. Az évszázadokon át felhalmozódott feszültség a nyugati latin kereszténység és az ortodoxia között végül 1054-ben oda jutott, hogy kölcsönösen kiátkozzák egymást, végérvényesen megszakadt köztük a kapcsolat, amit aztán sok száz év után 1964-ben oldanak fel újra. De majd eljutunk oda is talán. Hát a különbségek sok minden, történelmi, gazdasági, politikai,
de a liturgiába is ez alatt a több száz év alatt úgy eltávolodott a két vallás, hogy a kísérletek az újraegyesülésre nem sikeredett. Ezt próbálkoztak Nagy Károly idején, és próbálkozott a császárnő házassággal, de a konfliktusok, az ellentétek sokkal nagyobbak voltak, mint hogy az létrejöjjön. Hát így nézett ki Európa, amikor ketté szakadt a két vallás. Tehát a keleti részen a piros és a fekete tenger mellékén a piros ortodoxia, és Európának a nyugati részén a latin katolikus egyház. Tulajdonképpen hát ezután, a szakítás után váltak teljes mértékben különállóvá. A megszilárdult magyar hatalom kereste a kapcsolatokat a szomszédjaival, így kereste Bizánccal is. Ilyen formán Szent László halála után annak a legnagyobb lánya, Piroska, hozzáment János, II. János bizánci császárhoz feleségül. Sajnos a magyar történelem, mintha ezt szégyelné, elhallgatják, és a szentek sorába nem sorolják Piroskát, aki Irina néven császárnő lett, nem is akármilyen, hanem templomokat neveztek róla, Pantokrátor nevű kórházat alapította, és jeles szenté a bizánci, az ortodox egyháznak jeles szentjévé vált. Csak annyit jegyeznék meg, hogy ő Szent László halála után Könyves Kálmán udvarában nevelkedett, és mint ilyen talán feltételezik, hogy az egyetlen árpádházi hercegnő volt, aki írni-olvasni tudott. Hát az ő fia volt első Mánuel császár, aki az első keresztes háborúk idején uralkodott, és hát elég izgága ember volt, lehet a magyar vére miatt is. A rokonaival, a második Gézával is háborúskodott a Balkánon, hát több hadjáratot vezetett a magyarok ellen. Ugyanakkor a rokon harmadik Béla is az udvarába nevelkedett, és sokáig úgy volt, hogy ő lesz az utód, de hát egy második feleségtől sietett egy fiú gyereke, úgyhogy harmadik Bélát hazaküldték, úgymond. A koronát tessék megnézni. Tessék? A koronának a formáját. Az a magyar koronára hasonlít. Igen, ezt akarod mondani? Igen. De hát nem koronázták meg. Hát többet harcolt, mint rokon, többet harcolt a magyarok ellen, mint nem. És hát a történelem egyik legnagyobb szégyenletes ballépése, ugye Ince pápa meghirdette a negyedik keresztes hadjáratot a törökök, az arabok ellen. Az volt a cél, hogy visszafoglalják Egyiptomot az araboktól. És a keresztes had, aki felvonult, hát ahelyett, hogy ezt csinálta volna, beleavatkozott Isztambul, illetve hát Konstantinápoly belügyeibe, a császárok intrikáiba, és elfoglalta a várost, és hát amellett, hogy kirabolta a templomokat, kirabolta a város értékeit, szétzilálta, elrabolta, elég csak, ha elmegyünk Velencébe és a Szent Márk templomnak az elején, a frontján, ott van az a gyönyörű lovas szobor, ami tulajdonképpen Konstantinusnak volt a páholyának a dísze. De ezt sorolhatnánk tovább.
A lakosság nagy részét kardélyre hányták a keresztesek, és utána Konstantinápoly nem tudott már fellélegezni, nem tudott helyre jönni, tehát az alatt a következő 3-400 alatt egyre zsugorodott, a külföldi támadásoknak nem tudott ellenállni. És akkor elérkeztünk a törökökhöz, elérkeztünk második Mehmedhez, ez a 19 éves uralkodó, szultán vagy császár, mert inkább akkoriban ők is császárnak szerették magukat mondani. Előkészült a végső döntő hadjáratra, és 1453-ban egy évi felkészülés után hatalmas haddal megtámadta Konstantinápolyt, úgy a tengeren, mint szárazföldön. Valami hatalmas ágyút készítettek egy Urbán nevű magyarral, nem Orbán, Urbán, Urbán nevű magyarral, nehogy félreértsük, nem, Orbán nem járt még akkor ott, ugye egy Urbán nevű magyarral, akit Edirnébe, az Drinápoly, Drinápolyba öntötték ezt a hatalmas ágyút, és külön utat készítettek Konstantinápolyig, amelyen ezt a hatalmas szerkentyűt el tudták oda gurítani. 70 ökör húzta az ágyút, és hát ezzel tudták a falakat ledönteni. Hát a török birodalom fénykora következik, nem elég, hogy elfoglalták Isztambult, ugye a kereszténység keleti bástyáját, a további szultánok élén Szulejmánnal elfoglalják Magyarországot. Tehát itt vagyunk, 100 év se telik el, és Magyarország a törökök lába előtt hever. Ugye tudjuk, a Mohácsi vész majd 1541-ben elfoglalják Budát. És most csinálunk egy kis megállót olyan értelemben, hogy ennek a zseniális németnek a naplójából olvasunk fel egy kicsit. Ez tulajdonképpen a Magyarországon élte le az életét, Erdélyben, Besztercebán és Budán. A Fuggereknek a magyarországi képviselője volt, egyesek szerint elmagyarosodott, és ő volt az aranybányáknak a felügyelője Besztercebányán, és hát 1553-ban, tehát 12 éve a Buda elfoglalása után egy küldöttséget küldött az osztrák császár ajándékokkal Szulejmánnak. És ő csatlakozott ehhez a küldöttséghez, amelyet Verancsics Antal püspök vezetett, és 60 napi szekeres lovas út alatt, idő alatt értek Konstantinápolyba. Na, az ottani élményeiről egy ilyen könyvbe számol be, és ebből fog Ági nekünk néhány mondatot felolvasni. Az ő személyes meglátásait, tehát az ő személyes élményeiből, hát egy rövid pár mondatot. Tessék. 1553. augusztus 25-én, egy pénteki napon déltájban értünk Konstantinápolyba, magába a városba. Ahogy beértünk, jobbkéz felé egy hosszú utcában lévő közönséges karavánszerájban szállásoltak el bennünket. A 9 kocsi számára alig akadt az udvarban hely, a lovak azonban mind fedél alá kerültek.
augusztus 27-én a két követ, Verancsics Antal és Zaj Ferenc Lóháton az udvarba vonult. Mi az urak után étkedtünk, s közülünk 10 szép nagy aranyozott kupát vittünk, az ő 20 szolgájuk pedig 2-2 kupát, vagyis összesen 50-et. Mindezt a császárnak hoztuk ajándékba. Bevonulásunkat a császár jól láthatta az egyik szobából, mi azonban nem láthattuk őt. Az urakat ezután egy szobába kísérték. Egy íródeát lépett hozzánk, s miután megtudakolta a követek nevét, feljegyezte azokat, miként a serlegeket vagy a kupákat is. Ez utóbbiakat a janicsárok átvették tőlünk, s az udvarnak azon a helyén állították rendbe, ahová a császár leláthatott. A császári fogadást követően a követek Rusztem pasának, Ibrahim pasának, Ahmed pasának és Hajdar pasának pénzzel töltött aranyozott kupákat ajándékoztak. A szeráj, ahova elszállásoltak, négyszögletű udvarból áll, körbe a házfalhoz építve fából készült, agyaggal kitapasztott kamrácskák vannak. E kamrácskák mindenikében téglatűzhelyek vannak. Konyha nincs, a kamrácskában kell főzni, ahol ilyenkor kibírhatatlan meleg, füst és bűz van. Ebbe a karavánszerályba zárták be ő királyi felsége követeit, személyzetükkel együtt. A folyosó egyik oldalán található az árnyékszék, 8 évvel, miként az náluk szokás. Valahányszor egy török lator felkeresi ezt a helyiséget, pénzen vásárolt fogjának egy vizes korsót kell odavinnie, hogy a török ott megmosakodhassék, mint egy szaros kölyök, ujjaival ülepében kotorba, de olyankor is, amikor vizel, szerintük ez nagyszerű dolog, s azzal dicsekednek, hogy ilyen nálunk keresztényeknél nincsen. Ebbe a karavánszerályba zárták be a királyi felség követeit, személyzetükkel együtt, s úgy őrizték akár a többi foglyot, aki a börtönben megkapja ételét, italát, de nem járhat ki szabadon. Az ilyen és hasonló dolgokhoz a császárnak számtalan tisztségviselő áll rendelkezésére, akiket csauszoknak neveznek. Amikor Budáról idefelé Konstantinápoly felé tartottunk, Tujbun pasa egy csausz és 2 janicsárt adott mellénk, ezek minden hájjal megkent, ravasz, elvetemült gazemberek, akitek ifjúkorukban keresztény országokban ejtettek fogságba, vagy adó fejében kerültek a császárhoz. Mindegyiket körülmetélték, és mindnyájan törökké lettek. Ezek még a többieknél is rosszabbak. Valamennyien napi zsoldot kapnak a császártól, aki pedig közülük lovagsorba jut, már nem kíván hazajutni, megtagadja hitét, apját, anyját, Rusztem pasához hasonlóan, aki Bosnyák Biztolászlóból lett a török császár veje. Köszönjük!